Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kínai jóslás. Egy tanács, vagy egy üzenet az égi császárnőtől. Így hívom a jóslást. Ki ez az égi császárnő? Nem más, mint a hold a kínai asztrológiában vagy mitológiában. És természetesen az égi császár az a nap. Tehát egy üzenet az égi császárnőtől. Megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a kínai jóslást, a díjam 4000 forint, mint mindig minden jóslásnál. A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Ezek az idős személyek lehetnek a szüleid, vagy nagyszüleid is. De mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése, ez kortól független, utalhat rád és a társadra is. Kéz a kézben haladtok előre. Itt ennél a kártyánál a tűz eleméről van szó. Kimutatjátok a bátorságotokat, lelkesít valami benneteket, megvan a közelség, sőt, még a szenvedélyek is. Ez a kártya utal a múltra. Itt egy lovas hintóról van szó, ez jelenthet egy autót is. Például egy autó eladása, vagy egy autó vétele, esetleg a jogosítvány. De ez a lovas kocsi, ez jelenti a változásokat is. Amikor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kártya a múltra utal. Milyen döntések voltak nálad vagy nála a múltban? Jó úton haladtatok, igen vagy sem? Ez most itt a kérdés. Ami fontos számodra, hiszen megjelenik a gondolatodban, az itt látható. A kettes szám jelentheti a párkapcsolatot, ami a munkát illeti, vagy más témákat, akkor a kettes szám lehet egy szerződés is. Egy szerződésnek az aláírása. De ha a párkapcsolatról van szó, akkor látható itt a képen a közelség és a bizalom. A kezetekben van az arany érem. Az utalhat az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, de a belső értékekre is. Megvan a közelség, a bizalom, mert te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra. Amit az aranyérmék még jelentenek, a föld eleme, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát egy elképzelés, vagy az, ami itt lelkesít benneteket, az tulajdonképpen közösen megvalósítható. Ez a kártya itt alul olyan dolgokra utal, amire nem figyelsz oda, vagy nem veszed észre, az is lehet, hogy nála vannak ezek az események. Tehát tegyük fel, hogy róla van szó, és a levegő eleméről. A levegő eleme jelenti a könnyűséget, de itt látható, hogy van kihívás. Mert nem egyedül van, valaki beleavatkozik a dolgokba, hiszen a levegő eleme jelenti a kommunikációt is. Valaki beleszól valamibe. Ez nem tetszik neki, mert én nem a könnyűséget érzem itt ennél a kártyánál, hanem a kihívásokat. Lehet, hogy erről nem beszél, hanem ő saját maga akarja ezt megoldani. Amit a kártya még jelent, a kommunikáció vagy a döntések. És az ő döntésénél valaki
beleavatkozik. De megváltozik a helyzet, hiszen itt ő egyedül látható. Egyedül hoz döntéseket. Nem hagyja azt, hogy mások beleavatkozzanak a dolgaiba, vagy a ti dolgaitokba. Ő segít neked a tanácsával, vagy keresi veled a beszélgetést, de itt már harmadik személyről nincs szó. És itt lesz egy új irány. Újra az érmék jelennek meg, ami jelenteti az anyagiakat, a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy itt lesz a jövőben egy munkahelyi változás, vannak itt több lehetőségek is, de ő azt fogja közölni veled, hogy figyelj oda arra, ami értékes számodra. Nem az anyagiak miatt, hanem azért, mert ez a hivatásod, vagy jól érzed ott magadat, hozzál okos döntéseket, nem úgy, mint a múltban, hanem változtass valamit a helyzeten. Itt az érméknél nem csak anyagiakról vagy munkáról lehet szó, hanem mindarról, ami értékes számodra. Ezek lehetnek jó ötletek, ezeknek a megvalósítása, vagy egy kellemes hely, vagy szép kapcsolatok. Mindaz, ami fontos számodra, amit ápolni akarsz. De itt a kép jelenti, és ő mutatja az irányt, hogy csak egy valamire figyelj jelenleg oda és a közeljövőben. Ne ugrálj ide-oda, hanem koncentrálj arra, ami jelenleg és a közeljövőben tényleg fontos számodra. És ez volt a kínai jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!